Vasvár mellett nagyon jól vizsgázott a Carinthia Kft. Népszerű búzafajtája a Balaton. Bőven 10 tonna feletti termésátlagra számíthat a gazda. A Nemzeti Agrárkamara itt Vas megyében hosszú évek óta hirdeti meg azt az őszi búza termésversenyt, ahol a gazdák üzemi körülmények között vethetik össze tudásukat. Ezzel a Balaton fajtával nagyon szép eredményeket tudtunk elérni, hiszen 3 éve már elmondhatjuk, hogy ez a csúcstartó búza itt a termésversenyben. 2 alkalommal első, 1 alkalommal pedig második helyezést ért el. Ennél egyébként már vannak modernebb genetikáink is, amelyek még inkább a bőtermésre és még inkább a stabilitásra lettek nemesítve. A vállalat 2022-es őszi kalászos portfóliójában 14 őszi kalászos szerepel. Bene Zoltán kiemelte, az egyik legfontosabb szempont, hogy a fajtáknak jó kell alkalmazkodniuk az éghajlat változásához, és a negatív környezeti hatásokat tompítaniuk kell. A hívószó továbbra is a bőtermés, de mi próbáljuk a gazdákat abba az irányba terelni, hogy ne csak és kizárólag a termés mennyiségét vegyék figyelembe, hanem a fajta választásnál legyen rendkívül fontos szempont, hogy ezek a fajták mennyire tudják tompítani a kedvezőtlen környezeti hatásokat. Biztos, hogy a következő években a fókusz az a betegség ellenálló képesség és a tápanyag hasznosításra fog helyeződni itt a Magyar Agráriumban. 2023-tól várhatóan plusz támogatásokat fognak tudni azok a gazdák kapni, akik bizonyos növényvédelmi kezelésekről lemondanak, vagy esetleg kevesebb tápanyagot juttatnak ki a növény számára. Nyilván felértékelődnek azok a genetikák, amelyek jobban tudják hasznosítani a tápanyagot, illetve betegség ellenállóság szempontjából is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A mi fajtáink azok bátran merem állítani, hogy kiemelkedően tudnak teljesíteni. A Carinthia fajtái már induláskor kapnak egy óriási lépéselőnyt, ami a legkritikusabb időszakban, csírázáskor rendkívül sokat jelent. Mi a gyártás során a mag felületére egy gyakorlatilag magtrágyát viszünk fel, ami a csírázási korszakot, tehát a növénynek a legkritikusabb korszakát lerövidíti, így védetté teszi és egyenletesebbé teszi a kelést. A cégvezető rávilágított arra is, hogy az egyre szélsőségesebb időjárást mindannyian a bőrünkön érezzük. A vállalat fontosnak tartja, hogy a gazdákban tudatosuljanak a klímaváltozás jelentette kockázatok. Erre hívják fel klímatanácsadójukkal, Németh Lajos meteorológussal karöltve a gazdák figyelmét. A Carinthia Kft. Németh Lajossal szoros szakmai kapcsolatot alakított ki, számos érdekes tényre hívva fel hónapról hónapra a gazdák figyelmét. Céljuk, hogy a növénytermesztőket eredményesen segítsék alkalmazkodni a kihívásokhoz. A Carinthia ennek érdekében nem csupán a klímaváltozás veszélyeire hívja fel a figyelmet, hanem a Pannon régióra nemesített fajtái révén járul hozzá az eredményes gazdálkodáshoz.